A következő vendégeinkkel a sérülés okozta sérülésekről fogunk beszélgetni. Már is a vendégeink között köszönhetjük Miklós Edit, olimpiai 7. helyezett alpesi sízőt, illetve Magyar Mátyás ortopéd traumatológust. Először is gratulálok egyébként az eredményhez, mert ez a legjobb eredmény, amit mondjuk magyarok elértek valaha. Köszönöm szépen. Én rögtön szeretném is megkérdezni, hogy ezután az eredmény, a fantasztikus eredmény után miben változott a felkészülési körülményeid, miben változtak meg? Hiszen azért itt Magyarországon ezt nem annyira könnyű kivitelezni, ugye? Hát az az igazság, hogy amióta 7. lettem az olimpián, talán jobban megismerték a magyarok a sít, és lett egy pár támogatóm, tehát tudtuk a csapatot bővíteni, tudtunk elmenni, tavaly például Chilébe voltunk nyáron edzeni, idén Svájcba, ami az se egy olcsó hely, úgyhogy így tudtuk egy kicsit bővíteni, de hát még azért lehetne bővíteni ezeket a profi edzéseket, de reméljük jövőre nézve sikerülni fog. Mindig egyébként ugye a legfontosabb, ha jól olvastam a te nézeted alapján, a bemelegítés, hogy el lehessen kerülni a sérüléseket, és mondjuk neked, mint élsportolónak el is kell kerülnie, hisz az egész szezont végig kell csinálni, mert úgy kapod a pontokat. Mit szoktál tenni kezdeteknél? Ha száraz edzésem van, mindig foam rollerrel, az egy hengerrel szoktam bemelegíteni, avval az izmaimat nagyon jól be tudom melegíteni. Combot, derekat? Mindent, az egész testet, a vállaimat, a karomat. Mennyi nálad egy bemelegítés? Még általában az embereknél szerintem az orvos úr is tudja, hogy ez a maximum 5 perc szokott lenni, és az is helytelenül csinálják az emberek. Hát, hogyha jól csinálod, akkor 10-15 perc is elég. Nekem egy olyan 15 perc, evel a foam rollerrel, és akkor utána vagy súlyokkal, vagy külön még bemelegítem a testrészeimet. Értem, hogy a foam roller 15 perc, de gondolom azért a doktor is megerősít, hogy az emberek általában nem melegítenek be. Hát sajnos ez egy komoly trend, igen. De alapvetően ugye az Editre visszatérve, tehát az, hogy 15 percig még csak előkészíti az izmait a bemelegítésre. Igen. És hogy egy, gyakorlatilag egy másfél-két perces csúszterhelés jönnek ki, tehát nagyon tényleg topon kell lenni, mire odáll a rajtrácshoz. Főleg azok is ugye veszélyben lehetnek, akik mondjuk évente egyszer, kétszer mennek el maximum ugye síelni, és ugye hát úgyse felejtették el, és akkor puff neki, és akkor már csúsznak is ugye ott a lankákon, és ugye ott is nagyon-nagyon fontos a megfelelő bemelegítés, vagy fontos lenne, mert ebből ugye nagyon nagy sérülések. A bemelegítés is, illetve az, hogy egy picit rákészüljünk előtte, mert elmegyünk síelni, pont azért, hogy egy évben egyszer-kétszer megy el az ember, tehát arra veszi a fáradtságot, hogy... Nem Editről beszélünk. Nem aki versenyző, hanem a hobbi sportolókról. Arra veszi a fáradtságot, hogy mondjuk vakszoltassa a lécét, vagy megélesztesse, de az, hogy ő egy-két alkalom egy picit tónusba hozza az izmait, vagy egy picit átlazítsa magát, akár szakedző vagy szakember segítségével, azt nagyon sokan elhanyagolják, és ezáltal nagyon sok sérülés megelőzhető lenne. Igen. Nyilván a bemelegítés az egy alap dolog, kellene, hogy legyen szintén, de egy ilyen előkészület az szintén nagyon sokat tud segíteni. Ez az előkészület különben mit akar, milyen edzésformát javasolna ilyenkor? Ugye a fő elemek, amik sérülhetnek a síeléskor, ez alapvetően a térd, illetve ha esünk, akkor a váll meg a csukla, de alapvetően a térd az, amivel foglalkozni érdemes, tehát a térdkörül izmokkal, illetve a törzsnek az izmait érdemes ilyenkor picit, úgy mondjuk, hogy tónusba hozni, tehát alapvetően picit átmozgatni, megtanítani arra a finom korrekcióra, ami a különböző ilyen instabil helyzetekben, mint ami a sípályán elég gyakran előfordul, fölkészítheti őket. Az olyan izmokat mozgatnak meg az emberek a síelésnél, mint a éve szinte egy-két alkalomról beszélünk azokról az emberekről, akiket mondjuk a hétköznapi életben nem használnak. Érdemes mondjuk edzeni azokra az izmokra is, mondjuk, amit a síelésnél elkezdünk használni, olyan mély izmokra, tehát combizmokra, derékizmokra? Mindenképpen. Ugye mindig az a kérdés, hogy mi a cél, de most, hogyha egy hobbi síelőről beszélünk... Azt, hogy bírja a síelést az ember, élvezze, inkább talán az is, és ne sérüljön. Ne sérüljön. Igen, mindenképpen. Tehát Edit sokkal jobban meg tudja mondani, ugye, mert tehát ő minden nap ezt csinálja, de alapvetően az, hogy picit ezeket az izmokat előtréningezzük, az mindenképpen élvezetesebbé teszi a síelést, és utána azt torizgatni lehet a síélményekről, és nem pedig a kezelésekkel foglalkozni egy síelésnél. Nem csak a hüttében kell tartózkodni. Edit, amikor te használod a foam rollert nagyjából 15 percig, utána bemelegítesz súlyokkal, utána jön a nyújtás, és utána mész ki.
akár a pályára? Ez most egy száraz edzésről volt szó, hogyha a pályára megyek ki, akkor előtte úgymond ugyanúgy foamroller és gimnasztikázok. Uh-huh. És a gimnasztikában csak... már bele viszed a nyújtás gyakorlatokat? És igen, szoktam ugye nyújtani is, igen. Ugye azt mondani, hogy a nyújtás, ugye az már bemelegített izmokat kell nyújtani, és nem a hideg izmokat kell, ezt is nagyon sokan elfelejtik, és a kedvenc az, amikor látja az ember, mindegy, hogy a konditeremben vagy a sípályán, ami kapásból, hogy jéghideg testet elkezdenek az emberek nyújtani. Tehát... Azért van előtte a foamroller, mával bemelegítem magam, és akkor utána egy kicsit megnyújtom, hogyha olyan mozdulatokat csinálok, akkor legyen úgymond egy kicsit megnyúlva az izmom. Engem érdekelne, hogy a jóga, mert sok sportágnál, ugye versenysportnál is most már kiegészítője a jógának a szerencsére használt és igénybevétele ilyen nagyobb tömegeknél, hogy nálad esetleg a jóga, mint olyan szóba jöhet, hogy a nyújtás, pont ugye a nyújtásról volt szó, és ugye ez rendkívül megfelelő erre. Az durva, hogyha azt mondom, hogy szoktam jógázni, de már eljártunk jógázni, és az edzőm is javasolta, hogy járjak el gyakrabban. Mivel hogy sokat vagyok úton, elég nehéz megtalálni mindenhol a legjobb jóga központokat, de már voltam, és úgy gondolom, hogy tényleg egy jó kiegészítő sportág, amit kéne csinálni gyakran. Neked ki a példaképet síelésben? Tehát te, mint azért, aki úgyis itt van az élvonalban, ki a példakép, aki akár férfiak, akár nők között? Hú, most jelenleg így már nincs példaképem, de Ivica, Janica Kostelics, Ivica és Janica Kostelics, ugye ők egy testvérpár voltak, horvátok, volt igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ők lendítették fel a horvát sísportot, és osztrákok nekem... közül van esetleg? Hát Hermann Mayer, mondanám Hermann azt, hogy ő egy, igen, most egy legenda volt. Nem, igen, ő nem igen. Nagyon tudott visszatérni, ott elég igen. Durva körül, de mondjuk elég durva körülmények közül persze, tudott hát... még visszatérni a pályára. Tehát... Így van. De mondjuk azt a sérülést senkinek nem kívánom, amit ő ott elszenvedett. Neked mi volt a legdurvább sérülésed a karriered alatt? Hát volt egy sípcsonttörésem, illetve a sípcsontomból letörött egy darabka, és volt egy keresztszalag, oldalszalag, meniszkusz sérülésem, igazából két... Én csak a doktor úrnak nézem az arcát, és így... Két nagyobb sérülésem volt, a meniszkusz, oldalszalag, szalag műtétnél, hát volt egy... 6-8 hónap, amire újra sízni tudtam. Nem is igazán jó helyen jártam gyógytornára, de... Azóta már remélem megtaláltad a megfelelő szakembereket. Most már megvannak. És megvan remélem a megfelelő bemelegítés is. És megvan a következő cél is, hiszen ez ugye 2018-as olimpia lesz majd. Igen, de hát azelőtt még lesz egy világbajnokságunk, az februárban lesz, és ugye ott is a cél az éremszerzés lesz. Ja, hát előre is sok sikert kívánunk. Sok sikert kívánunk. Ha kell egy jó doki, ne felejtsd el keresni a doktor urat. Gyakran találkozunk a teremben, úgyhogy... Igen? Jó, csak más miatt ne gyakran inkább. Igen, miatt ne legyen. Igen. Beszélgessetek, az bőven elég. Köszönjük szépen, hogy köszönjük itt voltok, szépen. És sok sikert kívánunk előre is. Köszönjük. Most még következzék Josi Barát sikeres női című rovata, ahol a vendég nem más, mint Beck Mónika.